Közös sportversenyt tartott a Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, a Baranya megyei Tűzoltó Szövetség és a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Szabadszentkirályi sportpályán. A rendezvény célja a hagyományteremtés és a tűzoltó sport népszerűsítése mellett az egészség megőrzése, a fizikai erőnlét fejlesztése, valamint a szakmai és baráti kapcsolatok erősítése. A megyei önkéntes tűzoltóversenyeknek van hagyománya, csak az elmúlt időszak a Covid rányomta a bélyegét, ezért itt az elején el is mondtam a beszédemben, hogy az a Covid után az első megyei önkéntes tűzoltóverseny, valószínűleg innen újra kell számolni és újra kell építeni ezt a tömegsportot is. A lényeg az, hogy gyermekek és felnőttek egy játékos, ugyanakkor a tűzoltósporthoz kapcsolódó feladatokat hajtsanak végre, úgy, hogy az egész nap folyamán jól érezzük magunkat, nem fő szempont az, hogy ki nyer, hanem hogy részt vegyen a versenyen. A megyéből körülbelül 150-200-an vagyunk itt, nagy részben gyermekek, de önkéntes tűzoltóegyesületek is. Ha jól tudom, akkor 6 csapat indul a kismotorfecskendőszerelés versenyen, és 5 csapat a gyermekeknek a CFT versenyen. Különböző erőt próbáló feladatokat teljesítettek a sportverseny résztvevői. A gyermekeknek is szorosan kapcsolódik a tűzoltó életet, tűzoltó sporthoz. Nekik egy jóval egyszerűbb nem vizes pályát kell teljesíteni, ahol tűzoltó eszközöket, tömlőket kell felismerni, gurítani, kúszócsövön átbújni. Míg a felnőtteknek ugyanez egy kismotor fecskendő szereléssel a vizes pályán történik, ahol a célba érés után tartályokat kell feltölteni, és aki ezt előbb tudja teljesíteni, ő az első. A szabadszentkirályi önkéntesek egyébként tavaly ünnepelték alakulásuknak 10. évfordulóját. Gyulai Krisztián elnök azt mondja, mint minden civil szervezet életében úgy náluk is időről időre akadnak nehézségek. Ugyanakkor próbálunk a lehető legjobb tudásunk szerint helytállni. Mi tavaly voltunk 10 évesek, és 2019 óta vagyunk önállóan beavatkozók, ami azt jelenti, hogy 4 településen látunk el az általunk választott időpontban náluk beavatkozott szolgálatot, az mellett még további településeken vagyunk közreműködők, de gyakorlatilag a megye teljes területén tudjuk vállalni a vonulást, ha erre szükség van. Mivel nálunk beavatkozott tűzoltó egyesület vagyunk, ezért nekünk ugyanazokat a feladatokat kell ellátni, mint a hivatásosoknak. Természetesen a magas szakmai színvonalat nem tudjuk ugyanolyan szinten hozni, mint azt a hivatásoktól elvárják, de alapszinten tehát minden feladattal megbirkózunk. A rendezvényen nem csak a sportpályán folyt a küzdelem, ugyanis főzőversenyt is tartottak, ahol 5 csapat mérhette össze pörkölt főzőtudását.